Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden nyugdíjas társamat, a Kegyesmetű minden tagját, és köszöntöm azt az 1-2-3 meghívott, de nem nyugdíjas vendéget is, akit eljött, hogy velünk legyen. Egy-két szóval szeretném elmondani, hogy mostanában ugyancsak kivettük a részünket a kulturális programból, ami a nevünkben is benne van, mert hogy ki ne felejtsen, jártunk Domoszlón, Gyöngyöspatán, Gyöngyös-Oroszliban, 60-ban 72-ünk, és még Egerben is. És mindenhol felvonultunk, táncoltunk, énekeltünk, szólóinek volt, és hát nem csak másokban gyönyörködtünk, hanem mi is örömet szereztünk másoknak. És legutóbb így együtt a nyugdíjas klub 30. évfordulóján voltunk, Csépány Edithnek a vezetésével emlékeztek rá. Ezek után át is adom a szót Bódi Ferencnek. Nem, tévedtem. Jó. Gyerünk sétáljunk, mert a kifajunkat már meg kell mozgatni. Rózsa, gyerünk! Én most sétálom. Gyerünk sétálom. Sétálom. Sétálom.
az egy olyan ember, aki mindenki ismeri. No. Hát ezt a provokációt nem lehet kihagyni. Minden ünnepeltnek és a közönségnek is, ez különösen az ünnepelt kedves feleségemnek, meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogy bírtad ki ilyen sokáig, tudom, nagyon jó, és amíg itt hátra van, remélyik ott lesz. Születésed ünnepnapján, száz virágban küldöm csokrot néked. Édes hangú muzsikával, a nótáddal köszöntelek téged. Amit itt van a világon, mindazt néked szívemből kívánom. Sose érjen bú és bánat, több is ne láss, csak rózsákat. Örök legyen a szerelmünk, napsugaran, édes boldogságom. Most a napnak fénye ragyog, a virágok szirmaikat ontják. Majd ha eljön az ősz a tél, megsárgulva mind a földre szórják. Tűnő múló minden, minden, szeressük hát szétedre sem egymás. Ne szálljonok el az álmok, s ne érjenek csalódások. Még sok évig ünnepeljük a te drága születésed napján. Köszönöm. Yeah.
Meg is találtuk Terzsikét. Haza is hozta a mi kiskamunkba. Egy gyereket neveltek, szeretette végességre. De még azon felül a gyöngyös jogodában nagyon sok kisgyereknek mondta a kezét. És most, hogy nyugdíjas lett, még mindig dolgozik. Igen. Még a klubba is eljárt szorgalmasan. De azt nem tudjátok, hogy az én szomszédom milyen messze jöjjön? Moson-Magyarulváros. Indulhatják. Hát egerbe kötött ki, jó sokáig dolgoztam. Aztán meg az én szomszédom lett. De hál' Istennek a klubba már belépett, nagyon a szívembe. Kártya versenyekre jár, énekel, táncol, verset majd. Sok településről szép búcsúból.
De nem csak játszótér épült, nem csak a művelődési ház épült, akik ide jöttek hozzánk, kórus találkozók, azok minden álmunkat, hogy milyen szép, hanem hát a templomot is körbe kellett szigetelni, tértővel körbe bújkolták, azután a parokja is megújult, a pincétől a padlásig, majd a parokja pincéjét Mártonnapon meglátogattuk. És már az egészségház, aminek az alapkövét augusztus 20-án tették le, vagy előtte valónak, már kérem majdnem tető alatt áll. Hát én ezek kívül pedig még ugye pénzügyi és egyéb pályázati feladatok is vannak. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy azóta mit fogalmazok meg magában, hogy mi volt könnyebb az iskolába dolgozni, vagy a falu életét vezetni. Hát, aki magára ismer, kérem, legyen szíves ide kívülni. Aztán tovább szeretnék legykálkodni. Egerben jártunk az idősek világnapján, tudjátok, abban a nagy hatalmas sportcsarnokban. És hát ugye mentünk nagy elánnal be az ajtón, de bizony nem mehetünk akármerre. Mi egyszerű nézők csak a kakasülőn foglalhattunk helyet, mert a földszintre, illetve a színpad két oldalára, egyik oldalára a vendégek ültek, a másik oldalra pedig az ünnepeltek. Na hát nagyon boldogok voltunk, mert a vendégek között ott volt a mi polgármesterünk is, azon kívül pedig a főútról Gortva Józsi is, mint vendég, aki hazánknak a szülöttje. Nagyon büszkék voltunk rá, rajtuk. Azon kívül a másik oldalon pedig ott ült Kodik Mariska és férje Kádár Miklós. Na miért ültek ott? Azért, mert 60. házassági évfordulójában ünnepelték. Olyan boldogan, olyan ragyogva ültek ott, nagyon jól érezték magukat. Na, legközelebb, mikor találkoztunk, mégis kérdezték tőlük, hogy na hát aztán hogy sikerült? Hát mondták, hogy úgy, mint régen. Most azért nincsenek itt, mert rokoni látogatáson vannak, más rokonnal lecske. Nem voltak velünk Egerben János és Marika, akik mindig is nagyon tetszettek egymásnak, de igazi szerelem, a Tarnai László kollégám, nyugodjon békébe, által vezetett színjátszó körbe bontakozott ki közöttük. Hát ennek immáron 50 éve, és máig is együtt élnek boldogan. Hogy miért nem voltak Egerbe? Majd mindjárt elmondom. Szintén nem voltak velünk, pedig meghívottak voltak László és Ilonka. Örülünk, azt szeretném elplegykálni, hogy annak idején az Egri Bazilika jobboldali kápolnájába esküdtek örök hűséget egymásnak. Miért nem jöttek el Egerbe? Elmondom. Hát állandóan egészségmegőrző fitness programokra járnak. Naponta rendelésre. Mindkét páros 50. házassági évfordulóját ünnepelte az idén. Példaként állíthatjuk őket a fiatalok elé, mert nem másról, hanem hites társuk mellett találják meg mai napig az örömet, a boldogságot, tiszteletbe és becsületbe élve. Na, akik magukra ismertek, legyenek szívesek ide kifáradni, ezt a kellezőt élem szépen most. És akkor engedjétek meg, hogy van közöttünk egy aki hát nem jött a faluba, és szeretne egy rövid bemutatkozást tartani. Hallgassuk meg Törzsvárról. Kedves nemzírások! Hölgyeim, uraim! Sokan itt, akik most ide leültek a vendégszékre, azok
általában gyöngyös vagy gyöngyös hallásziak, tehát önök jól ismerik őket. Tudják, hogy honnan jöttek, ki a párjuk, és mit csináltak eddig életükben. Engem csak úgy ismernek egyesek, nem biztos, hogy mindenki, hogy a Törcsvári Zsolt tanár úrnak az anyja. Hát én most úgy fogalmazok, hogy az én fiam a Törcsvári Zsolt. Röviden az életemre amit tudok elmondani, hogy Mosonban születtem, akkor, amikor még külön volt Moson, külön volt Moson magyarul. Ez azt jelentette, hogy 6 éves koromban egyesült a két város. Mert az iskoláimat ott végezve, utána jövve a technikumban, végül Budapesten épületgépészként végeztem. De hogy keveredett itt ide, Gyöngyös halászra, onnan a nyugati határvédről? Hát ez már majdnem ipari történelmi esemény. Ugyanis, amikor elkezdtem dolgozni, mint technikus a Mofénba, ezt a nevet azt hiszem sokan ismerik a csapokról, a szeletekről, akkor rám bízták 1957-ben, hogy meg kell szerkeszteni az első magyar háztartási hűtőkompresszort, amit majd Jászberén fog beépíteni a szekrénybe. Ez akkor iparpolitikai döntés volt, és jókor voltam, jó helyen, én kaptam ezt a feladatot. 1957-től 1964-ig a Mofénban egymás után fejlesztettem ki újabb és újabb típusokat, majd újra történt egy döntés. A Mofénnak az építőiparhoz kell mindenféle szerelvényt gyártani, ezért minden már gyártmányt el kell vonnak. Hát a kompresszornak is menni kellett, méghozzá Egerbe, és így én ugrottam egy 300 kilométert, és Egerbe folytattam a kompresszorok fejlesztését. Annyit még a mofémos életemből, hogy sok új gyártmányt rajzoltam, szerkesztettem. Mondok egy-két példát, elég szélsőségesek. Az egyik, valószínűleg sokan ismerik a cukrászdákból azokat a presszógépeket, mint így egy karját így lehúzták, aztán elengedték és folyt belőle a kávé. Na, ez volt az első magyar krémkávéfőzőgép. Ezt is én rajzoltam először a rajztáblán meg. Aztán másik szélsőség, egy magyar találmányt, amit a mezőgazdasági egyetemen találtak fel, a magyar fejőgépet. És én rajzoltam meg elsőnek úgy a táblán, hogy gyártható is legyen, ne csak szellemi termék, hanem valóságos. De szerencsére 58-ban, amikor megnősültem, akkor egy műszaki asszonyt vettem feleségül, aki szintén azt hiszem, hogy nagyon sok háztartásban ott van a kezemben, mondok egy-két példát, például a kotyogó kávéfőző. Azt hiszem, ezt is sokan ismerik. De a gáz palacnak a nyomás csökkentője, a palacnak szelepe, és sorolhatnánk sok ilyen példát még. Ezért azt hiszem, elmondhatom, hogy kevés olyan háztartás van, ahol kettő közül valamelyikkel kezelve van nincs. Ezekért a fejlesztésekért tulajdonképpen folytatva a kompresszorfejlesztést. 1985-ben megkaptam az 5-ös Loránd díjat, és ez a műszaki embereknek olyan színész példával éljek, mint legalább a Jászai Mari díj a színészetnek. Hát aztán addig dolgoztam ebben a gyárban, még el nem értem meg úgy díjkor, így 40 évig éltem tulajdonképpen Egerben.
Ha még egy számot van türelmük meghallgatni, hogy 57-ben 100 darab kompresszort csináltak a rajzaim alapján, és amikor nyugdíjba mentem 1993-ban, akkor 700 ezeret gyártottuk évente. Hát ennyit akartam elmondani magamról, lehet, hogy untattam egy kicsit önöket, de bocsássanak meg érte. 10 évvel ezelőtt költöztünk ide, eljöttünk a gyerekek után, mert egyedül maradtunk, és Egerben már ketten, nem volt jó. A másik fiam Budakeszinél, ő is egyébként az a helyzet, hogy egy prosciencia aranyéremmel, amit a Tudományos Akadémia ad ki, ilyen programtervező matematikus, a felesége pedig dr. Abul Ágnes, pszichológus. Úgyhogy hála Isten, örülök, hogy ilyen családban, ilyen fiúkat tudtam fölnevelni. Sajnos egy évvel ezelőtt magamra maradtam, és most jönnek önök. Elhívtak énekelni, és eljöttem 3 hónap múlva. Aztán 4 hónap múlva másik csábító, most nem akarok neveket mondani, tudnám mondani. Elcsábító táncolt is. És ezeken a nehéz napokon, ezen a nehéz éven, ami mögöttem van, átsegítettek. És ezt mindjártnak köszönöm.